Sziasztok, Doggy vagyok! Itt is lennék a Sims 4-nek a 19. részével. Ebben a részben mindenféleképpen szeretném felveszteni Dánielt, illetve hát kellene keresni Sárának ugye egy új, úgymond férfi jelöltet. Illetve azon gondolkoztam, hogy többen is írtátok, hogy jó lenne, ha fejleszgetném például a zuhanyzót, illetve a kádat, és akkor kevésbé mennének ezek a tárgyak tönkre. És hát mivel van egy csomó ilyen upgrade pártom, illetve van plumbing upgrade pártom is, úgy jövök vele, hogy akkor talán ezt is megtehetnénk. Azok a babák ott nagyon rossz helyen vannak. Nem is nagyon tud szerintem aludni tőlük Sára. Így talán jobb. Jó, oké. Na, akkor Dániel. Ja igen, neki később kell majd suliba mennie, ugye? Igen, 11 órán belül, és egy skillt level 3-asra kell felfejlesztenie, és ha jól emlékszem, már pedig valószínűleg jól emlékszem, akkor nála a fitness-t kezdtük el fejleszteni. Valószínűleg igen. Igen, fitness-t. Jó, most elküldöm megint futni, nem tudom egyébként, hogy mikor volt utoljára. Ugye ezt kicsit később veszem fel. Itt az előzőt. Ó, most megint 70 szimoleont kapunk a tányérokért. Ugye annyiszor 10 szimoleon jár a kidobott tárgyakért, ahány szim jelenleg a háztartásomba. Viszont nem biztos, hogy szeretném azt, hogy ugye most megint terhes legyen Sára, mert akkor megint ugye kizárom azt a lehetőséget, hogy ikrek legyenek. Ugye 8 szim lehet egyszerre egy háztartásban. Úgyhogy ezen azért még gondolkozok, hogy mi legyen, hogy legyen. Jó, elérte a 2-es fitness szintet. A gyerekek pedig már alszanak. Ja igen, mondtátok, hogy van valami lámpa, amit hogyha berakok a gyerek szobába, akkor elméletileg nem jönnek ezek a szörnyek. De ez melyik lehet? Ja igen, közben megjött a DLC is. Tök jól néznek ki ezek a fali cuccok. Wow! Ilyet veszek. Ez nagyon jól néz ki. Jó, viszont ez nem a lámpa részleg. Valószínűleg akkor itt lesz. De melyik az a lámpa? Valami kulala vagy valami ilyesmi nevet mondtatok. De itt most annyi lámpa van, hogy ezek közül én honnan fogom tudni, hogy melyik az. Húha. Valószínűleg egyébként nem DLC-s. Ugyanis ezt még hamarabb írtátok. Szóval olyan új lámpát kellene keresni, ami nem DLC-hez tartozik. Azt esetleg meg lehet tenni, csak egy filtert. És... Basics? Talán. Nem. Szerintem nem itt lesz. Hogy nézhet ki? Ja, de ez az. Ha elmehetek, akkor ez a lámpa segít elűzni a szörnyeket. Elég érdekesen néz ki amúgy, ilyen kis hörcsögös, vagy nem tudom. És igazából csak másfajta színekben van, más mintával sajnos nincsen. Mondjuk ez se rossz, ez a Say Goodbye Little Lights. De jó pofa! Ilyen fotók vannak fölfüggesztve. És egy ilyen, hát ilyen nem is, ilyen karácsonyfa égősor, legalábbis ilyen égősor. Tök jól néz ki ez is. Jó, egyelőre ez marad így. És valaki azt mondta, hogy nincsen ablak, de van ablak. Itt van ablak, meg amúgy lámpa is van a gyerekszobában alapból, szóval nem igazából értem, hogy miért írogattátok, hogy nincsen lámpa, meg nincsen ablak. Mind a kettő van. Itt is van ablak, meg itt is van ablak. Csak hát éjszaka ugye honnan jönne be fény, tehát ugye olyankor nem nagyon jön be kívülről fény. De mindegy, most már van. Van ilyen lámpa is, olyan lámpa is, mindenféle lámpa. Csak amikor alszanak ugye, akkor nem ég egyik se. Bár úgy látszik, ez a gyereklámpa akkor is ég. Illetve hát amikor bemennek egy szobába, akkor oltodik föl. És ugye ébren vannak. Jó, valami finomat jó lenne, ha főzne Sára. Bár egyébként lehet, hogy van most a hűtőben rendes kaja. Ugye megnézzük. Nem, csak a vizet hűtjük. Illetve tányérok vannak itt, hogyha jól látom, úgyhogy jó lenne akkor, hogyha főzne valamit, nem sütne. Cook. És akkor mit tegyen? Black and white cookies. Ja, megint sütit, nem sütit. Rendeset főzzünk, valami finomat. Fish and chips mondjuk. Mi ez a Minestrone? Nézzük meg.
Jól néz ki. Jó. És most egyelőre ugye nincsen semmi. Itt, ja, és valaki írt, hogy nagyon zavarja az, úgyhogy ezt berakom az inventoriba. Jó, a könyveket meg vissza oda, és akkor már így egész jó lesz. Asztalt egyébként azért nem akarok nagyobbat venni, mert ahhoz nagyobb ház kellene. Egyelőre pedig nem igazából látom azt, hogy ezt a házat nagyon bővíteni kellene, és úgyse ülnek le mind a heten egy asztalhoz, úgyhogy szerintem fölösleges. Uha. Azt hittem megvágta magát. Jaj, tényleg te közben foglalkozhatsz a gyerekekkel. Jó. Megetetjük, meg játszunk velük. És akkor szerintem az jó is lesz. Kicsit kihasználom azt, hogy a tinik is tudnak kezdeni valamit a babákkal. Legalább egyébként jó lesz majd a kapcsolatuk. Később az nem lesz rossz. Jó, Sára nagyon fáradt. Csongolnak rossz a kedve. A gyerekek, hát... Hiába vettem meg ezt a kulola lámpát, amit mondtatok. Mert itt van. Ugyanúgy itt van. Ez a szőn. Tőle non all light. De nem értem én ezt. Állítsuk be másmilyenre a fényét, legyen ilyen a fénye, de hát szerintem akkor is előjönnek ezek a szörnyek. Áh! Próbáljon meg vele beszélni. Nem tudom egyszerűen, hogy mit lehetne tenni. Vagy most jön is le... Aha, ja. Szegény Sára. Szerintem már ő is ki van ettől a szörnyes témától, nem csak én. Jó. Kaját ezt be kellene rakni a hűtőbe. És akkor aludjanak egyet a gyerekek. Oké. Ezt meg jó lenne kidobni. Jó. És egyébként mi a bajuk? Azt, hogy nem pihenték ki magukat? Jó, hogy túlzottan fél attól, hogy lefeküdjön aludni. Jaj, de jó. Akkor fürödjön le. Menjen el mosdóba. Csináljon valami hasznosat. Jó, nem csináltak leckét, és hajnali kettő van. Jó, akkor te is fürödj le, meg te is menj el WC-re. És utána te is kezd el írni a leckét. Utána pedig, ha még van időd, akkor feküdj le aludni. Jó, te pedig, neki is minden baja van. Először is egyen. Ja jó, alapból is evett volna. Neki is mosdóba kell mennie. Még ez a kettő fürdőszoba is kevés. De nem akarok három fürdőszobát, azért az meg már szerintem nagyon-nagyon sok lenne most csak azért, mert 7 emberem van. Akkor végül is majdnem mindenkinek építetnék egy külön fürdőszobát. Azért az nagyon nagy luxus lenne. Jó. Na, tönkre ment a kád. Remek. Jó, akkor te pedig csináld meg a leckédet. Most egyet leültek az ágyra leckét írni. Zseniális. Nagy srác, megírtam el a leckéjét? Nem, a szorgalmit azt nem. Még ilyet szorgalmit nem írt. Neki meg mosdóba kéne mennie. Jó, akkor menjen el. Az a baj, mindjárt elalszik. Úgy, hogy... ugye még nem írta meg a leckéjét sem. Szóval a suliba is elég rosszul lesz valószínűleg. Jó, te pedig feküdj vissza aludni. És akkor az élet célján is egyébként még kellene valamennyit fejleszteni. Majd, hogyha fölkelt, akkor fessem valamit. Gyerekeknek meg hát... majd kiderül. Igazából őket annyira nem érdemes szerintem fejleszgetni, mert úgyis el fogom őket költöztetni. Maximum majd azt a gyereket fogom fejleszteni, aki biztos, hogy ugye az anyuka lesz majd a későbbiekben. Remélem egyébként neki pont jó tulajdonságokat fog majd sorsolni. Jó, megírták a leckét, és akkor még van szorgalmi? Van szorgalmi is. Akkor azt is megírjuk. Jó. Te is írd meg a szorgalmit. Mindenki megírja azt a szorgalmit. Jó, ő pedig bekakilt. Úgyhogy azt kellene először is megoldani.
aztán pedig folytatni a festményt, illetve megjavítani a kádat, meg a WC-t. Mert most mindent tönkre tesznek a gyerekek, tényleg, tehát mintha érzékük lenne ahhoz, hogy bármihez hozzányúlnak, az tönkre menjen. Sárának egyébként nem ártana egy kis testmozgás. Az idős fiúnak mi a baja? Ja, éhes meg rossz kedvű. Hát majd a suliban csak jó kedved lesz. Legalábbis remélem. Jó. Hát nem fogja tudni befejezni szerintem azt a szorgalmit. Még suli előtt. Vagy talán pont be tudja fejezni. De pont be tudta fejezni. Mennyit ér ez a festmény? 912-t. És akkor kollektornak eladjuk. Egyébként valaki írta, hogy ugye van múzeum meg kollektor. Láthatjátok, hogy itt csak a kollektor jelenik meg, szóval nem tudom a múzeumnak eladni. Egyébként szerintem ez attól függ, hogy mestermű lesz-e vagy sem. A mesterműveket mintha csak a múzeumnak lehetne eladni, ami meg nem az, az pedig kollektoroknak, tehát ilyen gyűjtőknek. Na, WC takarítás, vagyis hát javítás. Elmentek mind suliba, ugye? Ő elaludt! Gyerünk! Futás suliba! Jó, oké. És akkor babákkal már megint valami baj van. Jó, akkor először is csak foglalkozzunk velük. És ha utána is sírnak, akkor éhesek. Remélem igazából csak ennyi a bajuk, hogy nem foglalkoztam velük. Ha, ő be is kakilt közbe. Nem, akkor éhesek valószínűleg. Jó, és akkor nézzük meg a másik fajta etetést is, mert valamiért nagyon-nagyon kíváncsiak vagytok rá. Aha. Kipövény. Ó, ne már. Ezzel rosszul jártunk. Ó, Sárának ma lesz a szülinapja. Jó, jöjjön át nyugodtan. Bianca át akar jönni. Mondjuk akkor már foglalkozhatna a gyerekekkel, ha már egy átjön. Úgy döntött. Jó. Csevegjünk, meg vidítsuk fel. És hát az az igazság, hogy le kellene feküdni a Sárának aludni. És most, hogy a babák rendben vannak, lehet, hogy most lenne ez jó. Viszont el kellene küldeni. Flörtölős hangulatban van Bianca, és átjött az anyjához. Bianca, akkor nem anyukádhoz kell menni. Just saying. Jó. Kíváncsi vagyok, hogy... Meddig vannak általában a suliba? Talán a tinik, mint a hamarabb hazajönnének. Anna értesült a hírről, hogy van még új kettő babánk. Még két új testvér. Most már 8-an vannak, elég durva amúgy. 8 testvér. Vagyis hát 7 testvér, mert ugye ő a 8., de... Lesz azért itt még, lesz azért itt még. Jó. Lassan hazajöhetnének most már gyerekek. Meg a babák is fölkeltek. Egyébként ez annyira rossz, hogy ilyenkor nem lehet szinte semmit se kezdeni velük. Nem szeretnék átmenni most máshoz, nem akarok töltőképernyőt, úgyhogy köszönöm Anna, de most nem. Jó. Majd ha te átjössz akkor talán, de én most biztos, hogy nem megyek át másokhoz. Maximum akkor, hogyha férfi van a dologban. Jó. Jó. Még maradtak 4-esek, ugye? Ja, de közben föl lehetne növeszteni Dánielt is. Ó, lehet akkor egy közös szülinapi bulit kéne csapni Sárával. Ja. Sőt, tudja, hogy ezt kellene csinálnunk. Úgyhogy akkor szerintem az lesz, hogy most sütök egy tortát. Kuk. Milyen tortát süssünk? Valami finomat kellene. Ami ez? Talán ez a blue confetti kék, ez jobb lehet, mert ez 6-os sütés, főzés szint kell, úgyhogy biztos, hogy akkor jobb, mint a sima csoki torta. Jó, és akkor viszont pihenjek ki magát, nehogy itt elaludjon a saját szülinapi bulián. Igazából a többiek is aludhatnak rendesen, ha már lefeküdtek.
Ja, hogy egy ágyba küldtem őket aludni, hát ott az nem biztos, hogy jó ötlet, igen. Valami megint tönkrement, hallom. Mi ment most tönkre? Én elektronikai zajt hallok. Pedig se a számítógép, se a tévé. Hát ez fura. Jó? Aha, a hűtő. Király. Tényleg meg tudja javítani? Meg tudná, de inkább hívjunk fel szerintem egy szerelőt. Elektronikai dolgokhoz nem akarok hozzányúlni, mert ha megrázza az áram, az nem lesz vicces. Jó, és akkor hát süthetne még egy tortát. Biztos, ami biztos. Ja, igen, erre rakunk szülinapi gyertyákat. Nehogy valaki elkezdje enni. Egyébként az totál nagy biztosítás. Ó, Mateo. Itt van Mateo. Mateo amúgy kinek az apja? Csongornak? Meg kéne nézni a családfát. Mateo, igen, az apja. Hát Csongor itt az apukát, megjött megjavítani a hűtőt. Remélem örülsz neki. Hát nem is üdvözli. Adja neki borravalót. Legyen jó fej. Nem, akkor nem kap borravalót. Jó, és akkor erre is rakjunk szülinapi gyertyákat. Jó, oké. Ő pedig keljen föl, jöjjön ide. Meg igazából mindenki keljen föl, és mindenki jöjjön ide. És akkor együtt ünneplünk egy hatalmasat szerintem. Először a gyerek szerintem, azaz Dániel. És akkor kívánjon valamit. Na gyerünk! Kívánj valami szépet! Na, na, na! Ez a Stini lett belőle. Jó, akkor a Sloba trétje. És akkor mindjárt nézzünk neki akkor egy random sorsolát, és akkor meglátjuk, hogy milyen tulajdonságokkal fog még rendelkezni Dániel. Oké, és akkor szerintem válasszuk ki Tini és Slob, és akkor ne sorsoljon olyat, ami ugye ezzel összeütközik. Random. És... mi jött ki? Slob, Insider és Party Animal. Jó, hát akkor kiválasztjuk az Insider-t és a Party Animal-t. Na, akkor Party Animal. Az hol van? Itt van. És Insider. Az egyébként nem tudom, hogy milyen lehet. Valószínűleg ilyen belső poénokat tud elsütni, vagy valami hasonló. Insider. Aha, szeret klubokban lenni, és a legboldogabb akkor, amikor barátok veszik körbe. Jó. Hát, igen, azt hiszem neki tényleg nem ártana most már egy kicsit mozognia. Jó, és akkor Sárának is legyen szülinapja. Hát mondjuk neki sem ártana egyébként egy kis testmozgás. Na fújj el a gyertyákat, kérlek. Ó, szegénynek senki nincs itt, aki ünnepelne vele. Jó, és akkor most felnőtt lett belőle, és még kövérebb lett. De most fura, amikor öregszenek, akkor miért lesznek kövérebbek? Tehát, hogy mi változott? Jó, viszont tényleg egy workout az nem ártana neki. Úgyhogy akkor gyorsan is küldöm futni szegényt egy picit. Jó, aludniuk kellene, ugye? Igen. Elég erőteljesen aludniuk kellene, sőt a babákkal foglalkozni kellene. Úgyhogy szerintem akkor ide küldöm Csongort. Kicsit foglalkozom a babákkal. Ó, lassan egyébként a kislányoknak is szülinapja lesz. Valószínűleg egyébként akkor az már csak a következő részben lesz, hogy ők felnőnek. Bár aztán ki tudja, lehet, hogy most ugye annyit pörgetem majd az időt, hogy pont eljön a szülinapjuk. Ez majd úgyis kiderül. De még egyébként nem tudom őket fölnöveszteni, mert azt írta, hogy majd hamarosan lesz a szülinapjuk, szóval nem az, hogy most van. Ugye akkor lehet csak a százba kihívás szabályai szerint fölnöveszteni őket, amikor azt írják, hogy ma van a szülinapjuk. Szegénynek nagyon-nagyon rossz kedve van, nézem valami filmet. Nem tudom, inkább ő válaszol valami filmet.
Aztán kiválasztok olyan filmet, ami nem tetszik neki, az nem feltétlenül lesz jó. És nagyon feszült. Leckét megírta erre a napra? Nem. Utána megnézte a filmet, megírhatná. Biztos, ami biztos, haladjunk ezzel is. Meg a másik tinit is egyébként rá kellene venni arra, hogy megírja a leckéjét. És 10 órán belül neki is suli van. Neki is nagyon rossz a kedve. Viszont akár le is ülhetne és nézhetnék együtt. Jajjaj, Helga nagyon éhes. Jó, akkor etessük meg őket. Na, szuper. Kérlek, kelj fel, mert tényleg nagyon éhesek és bekakiltak, meg minden bajuk van. Nem szeretném, hogyha elvinné őket a gyámügy, az nagyon nem lenne jó. Akkor ugye mínuszba mennénk, tehát akkor, akkor 6-ra visszaesne, hogyha elviszik őket. Tehát azért van tétje a dolognak. Igazából csak akkor számítanak a babák, hogyha már ki tudom őket költöztetni, de azért bízom benne, hogy annyira nem fogom elrontani, hogy elvigyék őket. Úgyhogy azért is számolom úgymond előre már őket. Jó, és megnéztetek együtt egy filmet, úgyhogy tök jó. Úgyhogy most akár neki is állhatnátok megírni a leckét. Jó. Csak éjfél van szerencsére. Miért nem állt neki? Ja, mert nagyon kell vécéznie. Jó, talán ez egy olyan kifogás, amit elfogadok. Valamik jó lenne, hogyha enne valamit, és akkor utána neki állhatna tényleg most már. Grab a serving. Jó. Miért ott teszik? Miért nem az asztalnál? Egy csomó hely van. Most arra föl kell, de az előbb küldtem el aludni, most mitől? Valamelyik baba megint sír. Jó, akkor azt a babát intézzük el, és akkor fektessük le aludni. Oké. Okay. Szerintem egyébként ez így már jó is lesz. És ugye befejezem, ugye a leckét tök jó. Tehát elküldöm szerintem futni. Hát, ha lefogy. Jó lenne azért, nem lenne mindegyik kövér. Mobilozik a gyerek a vécim. Milyen modern ez a Sims. Jó. Oké. Okay. Erre most inkább akkor nem mondok semmit. Na, meg is szerezte egyébként a legelső fitness skillt, ugye a legelső pontot. Úgyhogy ez már egy haladás. Hát nem tudom egyébként, hogy mennyi idő lesz, mire ő lefogy. Valószínűleg azért nem egyszer kell majd ráállítani a futógépre, futópadra. Jó, viszont fürödnie kellene. Meg ennie valamit. Lehet egyébként valami salátát kéne ennünk, nem? Attól valószínűleg hamarabb lefogynának. Bár aztán ki tudja. Jó. Viszont ők se írtak leckét. Úgy emlékszem. Igen, ők se írtak leckét, ami elég nagy baj. Mi kell egyébként nekik ahhoz, hogy suliba jobb jegyek legyenek? Igazából annyi, hogy leckét írjanak. Szerintem ez így jó lesz. Remélem legalábbis be tudják majd fejezni. Jó, az mindjárt megvan. Ha jól látom. Aha. Jó, ő visszarakta az imet, de a szolgálmit még nem érted meg, úgyhogy ez nem így működik. Másik kisrác egyébként több ideig írja a leckéjét. De neked is meg kell csinálnod, bocsi. Dániel, micsoda ruhád van, azt a mindenit. El is felejtettem, hogy meg kéne nézni, hogy milyen ruháit vannak. Change appearance. Jó, változtassuk meg akkor még szerintem a kinézetét. Valószínűleg egyébként, ahogy elnézem, neki is elég gázruhákat állított be alapból a Sims. Úgyhogy lesz dolgunk. Nem elég, hogy kövér, de még így is öltözködik. Nem lehet egyébként sajnos a testalkatán változtatni, csak csalással, azt meg nem akarok. Viszont lehetne tetkója, nem? Mert miért ne? Legyen valami király tetkója. Milyen tetkója legyen?
Ez jól néz ki. Ja, azt a szívecskéset, azt nem akartam. Jó, azt szerintem le is szedem róla. Jó, és akkor valami normális hajat is választhatnánk neki. Mert ez nem feltétlenül tetszik, legalábbis nekem. Ez a legjobb baj. Ez mióta van benne a játékban? Ez valami kis kócos. Ez. Hát, jó, legyen. Legyen ő ilyen menő tini, mint a mai fiatalok. 90%-kal ugyanilyen hajjal rendelkezik, úgyhogy akkor legyen ő is ilyen menő tini. Legyen mondjuk zöld pulcsia. És valami lazább gatyája, bár igazából nem tudom, hogy miért kellene neki beállítani. Ez a rövid gatya az nem feltétlenül áll neki jól. Meg esetleg egy másik cipőt is vállal. Ki? Bohócnak bele? Mióta lehet bohócnak beöltöztetni a szímeket? Jó, valami normális cipő nincsen. Jó, oké. Formál? Fú, atya. Ez nagyon formális, ez a félregombolt pulcsi. Mondjuk illik hozzá. Ja, ő a trehány, ugye? Jó, emlékszem, hogy ő a trehány. Vagy ő is trehány. Jó, ez egy normális nadrág, és akkor úgy egész tűrhető. Valami hasonló színű kellene, mint a felső része. De nem hiszem, hogy találok itt most hirtelen olyat, ami olyan színű lenne. Jó, ez a fekete, ez jó lesz. És akkor még valami normálisabb cipőt. Valami egyszínű cipőt. Azt a mindenit, hát nagyon pasó van, mint Sárának, amikor ikerterhes volt. Jó, sportosnak igazából ez jó, csak a cipőt kéne megváltoztatni. Alvós. Hát, alvósnak se rossz egyébként ez, maximum más színű. Ilyen kis papucsot adok rá. Partis ruha. Az pedig... Szerintem egyébként ez se rossz, így, esetleg van más fekete nadrág, jó. És strandolós cucc, az pedig akkor legyen ilyen fekete gatya. Jó, szerintem egyébként ez így akkor jó is lesz. És hát szerintem akkor végül is minden fontos dolgot megcsináltam, ami szükséges, megváltoztattam a kinézetét. Hát talán annyit nem tudtam megcsinálni, ugye amit a rész elején mondtam, hogy fejleszgessük a dolgokat, úgyhogy a WC-t itt el is kezdem fejleszteni. De nagyon fáradt Sára, hát mindegy, talán azt még meg tudja csinálni. Viszont valahol van romlott kaja a hűtőbe. Kérdés, hogy melyik az. Ez még nem romlott meg, meg ez sem. Jó, akkor valószínűleg az a tányér. De, akkor mi az? Jó, akkor dobjuk ki a romlott kaját. Közben amúgy... Jó, upgrade completed. Mit lehet majd még? Öntisztító, PD, hát azt most nem hiszem. Ennek is amúgy jó lenne. Ettől pedig kevésbé megy tönkre, ugye a csap. Viszont a babák alszanak, vagy sírnak? Sírnak, mert miért ne sírnának? Jó, akkor inkább a babákkal foglalkozom, mint a WC-vel. Talán az fontosabb. Jó. Ó, Gábor Bogdán, boldog szülinapot kívánt nekünk, milyen kedves tőle. Jön a igazgató. Ja igen, megint dobálják. Kérje meg a gyereket, hogy ne dobálja. Jó. Ó, közben úgy, ha jól láttam. Ó, nagyon éhesek a babák. Illetve be is kakilt az egyik. Jó, akkor etessük meg még. Battlefield. Mind a ketten nagyon éhesek. Amúgy azért szoktam őket etetgetni, azért napi egyszerűen illik megetetni a babát. Ugye sokszor írjátok, hogy azért kövérek,
mert sokszor etetem őket, de szerintem annyira nagyon sokszor nem szoktam, hát most majd kiderül, hogy tényleg ezen múlik-e, mert most szinte majdnem mindig kiírta, hogy éhen fognak halni, és muszáj őket etetni, úgyhogy ha most nem lesznek kövérek a babák, akkor tényleg ez volt a probléma, ha meg nem, akkor egyszerűen nem tudom, hogy mi, tehát hogy így ötletem sincsen. Jó. Oké. És akkor most végre hazaértek a suliból. Elkezdem még gyorsan velük megiratni a leckét. A következő részre ne felejtsük el. Jó, és akkor szerintem itt is lenne vége ennek a résznek. Úgyhogy jövő hét kedden újra találkozunk Sims résszel. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek. Doggy voltam. Sziasztok!